Sziasztok, a nevem Jerikó, ez pedig egy újabb World of Tanks konzolos visszajátszás, amely egy igazán különleges visszajátszás. Ez az új játékmódot szeretném bemutatni. Itt adott egy kis bunker, egy toronnyal, ezzel vagyunk. A 4-4 ellen fogunk játszani a pálya Torrentown. Annyi, hogy felváltva, hol az eneminek van két bázis, ahol nektek, és azt el kell foglalni, meg minél többet sebezni, vagy esetleg kilőni az ellenséget, viszont ha kilövik a bázisodat, hívjuk ezt bázisnak, akkor egy 30 szek, ha jól emlékszem, és akkor visszakerülsz ugyanúgy, tehát nem garázsba mész, hanem míg le nem telik az idő, vagy be nem sikerül foglalni, addig visszakerülsz a játékba. Vagy esetleg még, ha egyszer mindannyiunkat meg nem ölnek, fogalmam sincs, olyanra még nem volt példa. A játék lényege, hogy az enemy nem tud téged targetolni. Te látod a csapattársaidat, viszont te se látod az enemit. Úgyhogy amikor úgy érzed, hogy ott vagy a bázisnál, hirtelen megállsz és nem mozdulsz, tehát sima kihelyezett toronynak tetteted magad, és a jó Isten se fogja eldönteni, hogy te most eredeti vagy nem. Ezért az eneminek, vagy akár nekünk, neki kell menni az ilyen kis kijelölt tornyoknak, és amelyiket el tudod lökni, az egyértelmű, hogyha hát kakuk tojás. Úgyhogy érdekes kis játék, hát ugye szerintem köszönhető a karanténnak, be vannak zárva, nem tudtak mit kitalálni, hát eléggé mókás. Nem mondom, hogy hülyére lehet magunkat kreditelni, de mínuszban nem jön ki, ugye nem kell felszerelni ezt a tornyot, annyi, hogy két kis javító, meg egy első segéd beletettem, 12 lőszer van, de mint láthatjátok, azt lehet folyamatosan tölteni, csata közben ott a pálya közepén. Úgyhogy nagy vonalakban ennyi, aztán meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Nagyon érdekes mozgásunk van, mint aki berugott, viszünk minden. Nagyon nehéz menet közben célozni is, úgyhogy, de itt szerintem nem is ez a lényeg, hanem hogy megtévezd az ellenfelet. Elég mókás, mint mondtam. Az ajándék egy láda, ami bármit dobhat. Hát én eddig kaptam emblémát, feliratokat, úgyhogy én örülök neki, mert mondom, egy nem minuszol. Kettő meg, hogy a rendes csatában a tankjaimat legalább majd fel tudom díszíteni, és már is halottnak tettetjük magunkat. Mint láthatjátok, vannak itt kijelölt tornyok. Az enemy majd jön, és ha jön, akkor ugye nem tudja, mert ő nem látja a fejed fölött azt a kis, és ott suhan, igen, próbálja keresni, ki lehet a kakuk tojás, a randomra el is kezd lőni. Mi nem mozdulunk, mi türelmesen várunk. Hát sajnos így nem megy a foglalás, de addig a két csapattársam, vagy három el tud menni a másik bázisra, így legalább egyet lefoglalok. Persze ez csak mókás, és nem ez kellene, hanem lőni kell. Hát időközben többen vannak. Már jönnek is. Lövik egymást, úgyhogy... Én, mint aki tényleg be vagyok ide épülve, lövik, hátha, és mind a ketten egyet lőnek, tehát... Vicces. Szerintem ők még nem jöttek rá a játéknak a lényegére, hogy amikor meglősz egy valódi kakuk tojást, akkor ugye elpattanok innen, szó szerint, mint egy labda. Támadás. Vicces. Ó, itt azt hittem vége a dalnak, és pont elment mellettem rezenéstelen arccal itt állok. És itt elkönyveltem, hogy az úgy volt vele, hogy nekem jött, én nem vagyok hamis. Mint mondtam, ők nem látják a targetet. Lögdösik, próbálják kideríteni, ki lehet a hunyó. Még rá is lő, de na mindegy, szerintem ezek első csatások. Hopp, és igen, hát itt lebuktam. Már is arrébb rugom. Rohanunk, futunk, nagyon nehéz irányítani különben. Legalábbis én nulla skill-es legénységgel hoztam be. Gondoltam, hogy majd legénységet húzok valami újat, tettem bele orosz legénységet, viszont
Hát itt nem tudom, mi történt, elkapta az idegbaj, vagy fogalmam sincs, az a visszajátszásban van. Tehát, mint mondtam, gondoltam, hogy majd legénységet húzok, nem lehet vele legénységet húzni. Úgyhogy arra nem jó, viszont mondom, ilyen emblémákat, feliratokat minden győztes csata után kaphatsz, hogy aztán még mit dobhat, az fogalmam sincs. Megint próbálom elrejteni a kis bázisomat, beépíteni most egy másik helyre, így, és nem mozdulunk, hát itt mozdulunk, és nem mozdulunk, és lövünk, és nem. Megállt Géza, már is hazaküldtük meg az első kill. Hát ő is bebugolt, vagy én nem tudom, hogy csinál, tornázik. Jó, és nem mozdulunk, foglalunk, legalábbis megpróbálunk foglalni, de oldalt hallatszik, hogy jönnek valakik. Meg is jött, nem mozdulunk, és ráfordulunk. Hoppá, 122, 129. Ugye nincs prémium lőszer, még ilyenek csak egy alaplőszer van, abból 12 és ennyi. Nos, húzzuk tovább a bázis, visszaállunk merev állapotunkba. Pókás. Hoppá, beszaladt. Hopp, még egy, nekem is, ajaj. Gyorsan elrohanok, itt valaki lő. Ne. Hát ez begyűrt ide, rendesen. Semmi baj, beakadtunk. És akkor ugye megy a visszaszámlás, és már is visszatett. És mehetünk tovább. Mi csak azt a bázist erőltetjük. Megpróbál segíteni Gézának. Bugyuta a kis játék, meg olyan húzamosabb ideig ezzel nem lehet játszani, de egy pár körre nyugodtan be lehet szaladni, mint mondtam, kreditbe nem kerül. A másik, hogy pár feliratot, emblémát kiszedsz már, megérte így kipróbálni, de így egész este ezzel játszani, ajaj. Na tessék, már megint rock and roll van. Jó, úgy tűnik a letalpalás egy kicsit gubancos, de nem ez, csak a visszajátszásban van. Hoppá, kiszúrt valakit az őrszem, mellé is lőttem. Nagyszerű. Jaj, jaj. Pedig az is az. Ja, hogy ő engem lő, a csapattárs. Ez azért zavaró lehet. Hoppá, ez befigyelt, ez nem csapattárs volt. Óvatosan visszalibbenünk. Hát az nem az. Semmi baj, semmi baj. Tehát van az a gyógyszer, ami helyrehoz. És 109. Hoppá! Nem is csoda, hogy behaltam, tehát ilyen rángatózások után. Nos, menjünk vissza a garázsba. Vége lett a csatán, behúztuk elméletileg. Vagy nem, vagy valami történt, mert nyertünk. Tehát itt például, mindjárt mutatom, 7560 kredit, tehát kreditelésre nem alkalmas, higgyétek el, legénységhúzásra se. Egy kill, 1267 sebzés, kaptunk egy ilyen feliratot, az előbb valami csirkés embléma, meg ilyenek, tehát semmi extra, csapatmunka tökéletes. Ott vagyunk, ahol majdnem lennünk kellene. És ennyi, tehát semmi, semmi plusz. Tehát mondom, egy-két kört így el lehet menni vele, hát ha kifogsz valami nagy ajándékot, vagy ki tudja, mi lehet ebben a legnagyobb, de hosszú távon nem ajánlom, mert a végén úgy kelsz fel te is a géptől, mint ahogy én. Az én kis tornyom ugrált, vagy rángatózott, úgyhogy. Hát ennyi lett volna ez az új játékmód, hát aranyosnak aranyos az első két-három csatába, utána meg elgondolkozok, hogy kik dolgoznak a végén. De jó, most írjuk jóvá nekik, hogy karanténban vannak, és korlátozottak a lehetőségei, bár ennél akár egy focis pályát is betehetett volna, és akkor labdákat kellene is rugdosni. Na mindegy. Úgyhogy ez ennyi volt. Remélem hasznos volt. Hamarosan találkozunk valamilyen formában. Jerikó voltam. Sziasztok!